És hát akkor tényleg, igen, a gasztró. Tehát azt tudjuk a Csernaszoborról, hogy talán az elsődleges foglalkozása az, vagy az egyik fő vonal, hogy gasztró újságíró. És éppen írja, hogy úgy jött neki ez a történet, hogy ezt meg kellene írni, hogy elkezdte kutatni a 19. század magyar gasztró történetét. És a Rézi néni, akihez Szegeden többször jártak, azt hiszem a végén a nagylakomát is, amikor elindultak a harcba végül is, Rézi néni főzte. Doleskó Terézről van szó, és igazi személy volt, és Csernaszobó azt írja róla, hogy a 19. századi magyar gasztrotörténet legkiemelkedőbb személyisége volt, és ahogy Csernaszobó beleolvasta magát ebbe a korszakba, mindenféle más forrásokat is, napilapokat olvasott, kezdett magától értetődő lenni az a gondolat, hogy akkor megírja ezt a történetet, a Rózsa Sándorét, és tényleg rengeteg csárda van benne, fogadó, nagyon sokat esznek benne, nagyon részletes bográcsozás leírások vannak, úgyhogy tényleg egy teljes kis pak, kis körképet. A 19. századról ennyit én valószínűleg nem tanultam meg, se gimiben, se semmikor. Igen. Egyébként ezért szeretük a Széchy Noémit is, mert pont ugyanezért, hogy olyan történelmi ismereteket olyan észrevétlenül ad át teljesen, hogy most már van egy képem a 19. század első felének alföldjéről, ami eddig nem volt. És egyébként arról nem beszélve, hogy ugye Rózsa Sándorról már 50-ször olvastunk, tanultunk, stb. És mégis élvezett volt olvasni ezt a könyvet, nem volt unalmas, nem volt azt mondani, hogy megint egy Rózsa Sándor sztori. Igen. Mert hogy más nézőpontból, más fogasokra fölaggatva megy ugye a történet, tehát tök jó volt, nagyon élvezetes, nagyon jó könyv szerintem, abszolút. De ez mindjárt kiderül a pontokból.